Nemzetközileg is elismert magyar DJ zenélt a gyulai Almási Kastély reggeliző teraszán. Droplex nevét alig ha nem kevés elektronikus zenekedvelőnek kell bemutatni. A lemezlovas producer 2010-ben kezdte pályafutását, két évvel később már saját lemezkiadóját tudta elindítani. Viszonylag rövid idő alatt igen nagy hírnévre tett szert, de ez elmondható az Almási Kastélynál készült több mint egy órás videóklipről is, amit már közel 10 000-en láttak az egyik legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Úgy gondoltuk, hogy ez a fajta megjelenés, ez a könnyed, fiatalos DJ set és ennek a videója, ez mindenképpen azt az arculatot tudja közvetíteni, és azt a hangulatot tudja közvetíteni a videó megtekintői számára, amit egyébként maga a kastély, illetve látogatóközpont is jelent. Hiszen ne felejtkezzünk meg arról, hogy az állandó kiállítás mellett, nem hogy időszaki kiállítás, de egyéb szolgáltatások is várják a látogatóközpontban a vendégeinket. A bő egy órás mix ötletével Droplex és menedzsere kereste meg a gyulai látogatóközpontot, ahol örömmel fogadták ezt a lehetőséget és biztosították a helyszínt. Fábián Tamás kommunikációs vezető elmondta, hogy a DJ set jól jelzi, hogy az Almási Kastély nem egy unalmas múzeum, és az újdonságokra is fogékony. A kastély dolgozói nem sokkal a megjelenést követően a gyulaiak figyelmét is felhívták a közel egy órás zenére, így a közel 113 ezer követővel rendelkező zenész látványos produkciójáról saját Facebook oldalukon is beszámoltak. Amiatt is örültünk a megkeresésnek, illetve a videó elkészítésének, mert azt tudjuk megmutatni a kastélyról, amit mi valójában gondolunk erről a látogatóközpontról. Ez egy jó hangulatú, egy laza hely, ahol az ember igenis jól érezheti magát. A látogató a kiállításban nem kell feszengjen, hanem felszabadultan tud élményekhez jutni, felszabadultan tudja jól érezni magát, tudja használni azokat az interaktív eszközöket, amelyek ilyen nagy számban talán, és ilyen kreatív módon kitalált formában nem nagyon vannak jelen. Fábián Tamás hozzátette, hasonló lehetőség már korábban is adódott, több DJ neve is felmerült tavasszal, végül azonban kis idővel később Droplex-szel kezdődhetett el a közös munka.